Kapocsnyáscsőn az adventi időszakban azt a szemléletet tartották a szervezés során szem előtt, hogy mindenkihez eljussanak, érezzék a törődést a település lakói, és segítsék az ünnepre a ráhangolódást. A hangos, nagy rendezvények elmaradtak, így egy visszafogottabb, nyugodtabb advent alakult ki. Megtalálták a lehetőségeket a modern technika segítségével. Átszerveztük, és máshogy alakítottuk ki, tehát lett volna még egy adventi vásárunk, ami helyett gyakorlatilag gyerekeknek voltak programok bent az óvodába, illetve a Mikulás is úgy látogatott el, hogy virtuálisan az iskolához integetett, körbe ment a faluba. Az adventi vásár keretében, akik termékeket ugye szoktak vinni a vására, azokat gyakorlatilag már korábban ősszel egy helyi termékbemutatón bemutattuk, tehát szerencsére ugye a helyi lakosság tudja azt, hogy kiktől lehet helyi termékeket vásárolni, és milyen termékeket. Most még szélesebb körbe is megmutattuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Kérésre a közösségszervezőnk Zsóka műsorokat, illetve régebbi rendezvényes kis videókat állít össze a lakosoknak, hogyha igénylik ezt. Egy-ketten voltak is, akik ezzel éltek, illetve az óvodás műsorokat is a szülőknek átadja minden évben, és így most idén különösen fontos ez, hogy lássák azt az óvodás szülők, amit produkáltak a gyerekek. Az óvodában és az iskolában is szűk közösségben próbálták a karácsonyi hangulatot felidézni, melyet értékeltek a gyerekek. A település vezetői a támogatások elosztásában folytatták a korábbi években jól bevált gyakorlatot. Nálunk már hagyomány, hogy minden évben a 70 év felettieknek, illetve a gyermekeknek, a 18 évüket még be nem töltött gyermekeknek mi támogatást adunk karácsonyra. 15 ezer forintot kapott minden 18 év alatti gyermek, és 10 ezer forintot minden 70 év feletti nyugdíjas, és mi azt mondjuk, hogy költse, amire akarja, tehát ez olyan karácsonyi ajándék tőlünk, hogy gyakorlatilag ő tudja, hogy ő neki mire van szüksége, nyilvánvalóan teljesen mások az igények. Szociális csomagot nyilván a rászorulók kaptak, illetve a Vöröskereszt által is kaptunk adományokat, amit közösen osztottunk ki velük, de azt mondom, hogy ezt a pénzösszeget, ezt mindenki, aki akarja, karácsonyfa alá teszi, aki akarja, a számláit fizeti be belőle. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki önmaga tudja, hogy mire kell neki költeni, és így talán hasznos. Kapocsnyáscsőn az új élményekből, tapasztalatokból új tervek születtek a jövőre nézve, mely mindenképpen a vidámságról szól majd.